vonalakat kell rendbe tenni. De egy kis szemüvegtisztítás, és aztán kezdhetik. Jel a Gyuri, nyit majd. És rögtön rossz az első nyitás. Cél is van, és az a nagyobb baj, azt hiszem. Azért azt úgy elég nehéz kiszámolni. Olyan rettenetesen egyébként nem esik. Azért lehet ebből még nagyobb riatar is. Misty May. És így most már 2-0 pontot szereznek az amerikaiak saját nyitásuk mögött is. Gondolkodott egy picikét a vonalbíró, hogy mit ítéljen, aztán úgy ítélte meg, hogy kint volt sokkal, egészen biztosan nem. Tényleg látszik, hogy egészen fura utat ír le a labda. Nagyon nehéz lesz így játszani. Ott azok a felhők, amikről beszéltem az előbb. Ezek a körülmények azért egy picikét általában mindig ugye a gyengébb csapatot, gyengébb duót segítik, hiszen a szerencse mint faktor azért egy picikét megjelenik. De egyelőre nem úgy tűnik, mint hogyha Walshék nagyon zavarba lennének. Bár kétségtelen, hogy két nyitást azért ők szerintem egy szedben szoktak maximum hibázni, és hát főképpen ugye azok sokkal agresszívebb nyitások, amiket elrontanak. Ezek nem voltak, azok mégsem mentek át. Egy kettő. Széles lett. Úgyhogy 4-3, akkor ezek szerint viszont Kelly Walsh kezét blokkban érte a labda, úgyhogy 4-3-ra vezetnek az amerikaiak, amikor térfelet cserélnek, és a németek nyithatnak majd. 44-szer indulnak egyébként a németek is együtt, tehát nem összeszokott párosnak nevezhetők mindenképpen, csak ugye nem igazán ment nekik az első eredményes blokk. Rieke Brink. Kiegyenlítenek. Nem volt igazából jó Kelly Walsh föladása. Hogy hát rossz helyre fújta a szél, nehéz azt innen megmondani. Az érte Gyuri kezét, úgyhogy az amerikai aki a pont. Ez is szép volt. Meg kell ütnie ilyenkor ugye Zürichnek meg Ávelernek a vonalat, mert más lehetőség nincs, nagyon szépen fogták. Hát egyfelől Kelly Walsh tökéletesen azt gondolom az egyenes oldalt, és utána keresztnél sem mutatkozott sok szög. Nem volt jó a föladás, 190 centis Walsh ellen ilyenkor nem nagyon lehet mit kezdeni. Csak pöckölhette volna Brink, de az nem sikerült. Úgyhogy két pont újra az amerikaiak előnye, 7-5.